szabadságjártársak, avagy 30 éves a rendszerváltás. Szénás is műsor. Jó estét kívánok, Havas Henrik, amely beszélgető társ. Szervusz, jó estét. Szervusz, jó estét ahogy elnéztem, hogy mi minden csináltál a 80-as évek közepe meg vége között, az még abban az időszakban is föltűnő volt, amikor mindenki, hogy mondjam, 24 órákat élt meg 12 óra alatt. Tehát dolgoztál ugye a Magyar Rádióban, szerkesztettél ugye az egyik híres műsora, amit a Tarnói Gizellával vagy Gabival, nem is Gabival, tudom, Gabi hogy, van, hogy van. Gabival szólítottak, igen. A szólító az első kézből, aztán később jött ugye az Az első kézből az már a forróval volt. Igen, nem mondtam, hogy az. Ez a Csak meg mondom, hogy a műsoraid sorak, ja, ja, ja. a televíziós műsorok. Meg azt olvasom, hogy több sajtóügynökség ügyvezető igazgatója voltál, hmm. ami gondolom a dolog üzleti része. Nekem kicsit. Hogy mondjam, te voltál a, a, a minta példánya annak az új generációnak, amelyik elkezdett üzletet csinálni a médiából. Hm. És hát nem rosszul persze, hát mert végül is jól megálltátok a helyeteket. Másnak, aki hozzászokott ahhoz, hogy egy ilyen szocialista kisriparosként dolgozik, a korábban kádárista médiában, ez nem jutott eszébe, hogy kilépjen. Egyszerűen a megyesi góztétű vittem haza az egyetemről, valahogy együtt végeztük, tudom. És ugye a Florián téren lakott, mi most nem messze vagyunk a Florián tértől ebben a stúdióban, mindegy. És uh, akkor a Gusti pontosan erről beszélt, hogy hogy, hogy van az, hogy sajtóügynökség, idéző ebben magánegyetem, könyvek, dokumentumműsorok, mit talál. És akkor azt mondta a Gusti, hogy szerint ez azért van, mert például ő, meg a Kovács, aki ugye a haverja volt a értés irodalom jelenlegi főszerkesztője, sose voltak elég bátrak ahhoz, hogy kivegyenek egy irodát, hogy felvegyenek egy titkárnőt, vagy egy gépírónőt, aki után fizetni kell különböző járulékokat, és, 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 tulajdonképpen azt mondja, mi, mi gyávák voltunk. Na most nekem iszonyú szerencsém. Bocsak közbeszólok, az annyira így van, ugye, hogy az ést, azt a tarnóig, ami mentette meg később, mert hogy a, a Váncsa, a Kovács, meg a Buszti nem értettek az üzlet, ez a tényleg. Érgen, tönkre ment érgen. volna. Igen. Érgen, hát egyébként ez, 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 az, az akkori időkre jellemző, hogy a Gabinak a férje Jáncsi, számítástechnikával foglalkozott, a, a, a furcsa módon leégett gyárnak volt az igazgatója, a mikroelektronikai gyárnak nem tudom. És aztán volt valahol Amerikában, jött, valahonnan jött haza egy vállalkozó, aki, aki Magyarországon először foglalkozott iparszerűen csirke termeléssel, és az ő pénzeiből mentették meg az illetési Ezt nem tudtam. Na mindegy. De csak... Há, igen, a, a, a Tarnói volt a másik, aki egyébként, de csak úgy nem, hogy mondjam, nem a saját hasznára dolgozott, hanem egy intézmény intézményt mentett meg. Hogy ezt nem hát, bírt... azért, bocsáss meg, hogy közölvágok. Hát ez nem egészen így van. Hát én a, 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 HTS a az a Havas és Tarnó is a, volt. Most ketten alapítottuk. Ezt nem is szóztan. Hát persze. Aha. Hát az egésznek a, az adminisztrációját, tehát a cég alapítást, ő ugye közgazdász volt, én meg ugyan, ugyan jogot végeztem, de soha nem foglalkoztam ügyvédő vagy jogtanács tevékenysége. Tárgyaltunk is sok mindenkivel, befektetőkkel, de hát, de hát a Gabi nélkül nem... Én, én ezt sokszor mondom egyébként, hogy ha mellettem nincs annak idején a Gabi, aztán később a forró, hát akkor, 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 akkor a megyesi Gusztival együtt buszozhattam volna. Úgyhogy hát, nekik köszönhetek nagy... mindent. Én egyedül semmire nem mentem volna. Igen, de benned volt meg az ambíció. nem Emlékszem a 80-as évek elején, amikor még a Hét című műsor ment, és te akkor hírszerkesztő voltál, ugye a rádióban. És folyamatosan nyomtad a témákat, az ötleteket a televízióban. Az azt éreztem, hogy rettentő energia van benned, hogy föltörj hogy érvényesül, hogy megcsinálod, azt, amit szeretnél. És ez az ambíció kapott óriási teret aztán a 80-as évek vége felé. Hát figyelj, nekem én 79-ben kerültem a rádióba, azt már ezerszer leírták, elmondtam, hogy egy tehetségutató pályázat után Két nő fejébe vette, hogy belőlem újságírót meg riportert csinált, pont amikor jöttünk most, vagy jöttem a kocsiban, ezen gondolkodtam. Az egyik a Dés Magda volt, aki az ifjúsági munkastúdiónak volt a, a, a feje, ahol, ahol, a rengetegen, tudom én, a rangos katitól kezdve ki mindenki jött onnan, a másik meg a, a, a legendes katonai, a kezeletési irodalom riport uh, rovatát szerkesztett. Az utolsó oldalon az életési irodalom, mindenki ott kezdte olvasni az életési irodalom, az utolsó oldalon. A Kovács Zóli, a Megyesi is ott tűntek fel, a katonaiba felfedezetjei voltak. azzal az írással, amivel valamilyen uh, díjat nyertem a, azon a tehetségudató pályázaton, uh, azt az írást uh, vette észre a Éva. És az meg is jelenti az életési irodalomban és ő beszélte rá a Dés Magdát, hogy akkor nézzük már meg ezt a srácot, hogy milyen rohadt jól ír, meg meg ámton. És akkor ők dögönyöztek engem. Igen, nem csak nekem volt két gyerek, nem vetek fel a jogi egyetemen, aztán így aztán a gépjármi műszerész lettem, tök mindegy garázsmester, aztán a diagnosztikának voltam a művezetője. A lényeg az, hogy amikor a rádióba kerültem, akkor a Dés Magdáék hogy ne legyek gyakornok, hanem egyből munkatársnak vettek fel, bár nem volt akkor még egy diplomám, és én 3500 forinttal kezdtem 1979-ben. És amikor egy pár évvel később az így gondozda a Volkswagen -e című könyvből kiesett a fizetési cetli, akkor láttam, hogy én abban az évben 15 ezeret kerestem a volánnál. És 3500-ért mentem el a rádióba. És én este 10 órakor végeztem a hírszerkesztőségben, akkor én elmentem taxizni, maszek taxizni. Általában a Vixinházba mentem, és a részek színészeket hordtam haza. Aztán én, én, írtam mindent. Én, én a tejipari vállalatnak reklámokat írtam, a Vörös Kereszt lapjába meséket írtam, amit el lehet képzelni, hogy mindent csináltam. Lányok, asszonyokban dolgoztam az ötödik sebességben. Jastosan Nekem volt muszáj tévben. volt, ha hát muszáj volt, hát 15 ezer forint helyett 3500 forint volt a fizetésen. Igen, de ezek ilyen háttérmunkák voltak, és a te, vagy a ti ötletetek volt az, hogy a médiából is meg lehet élni, és nem csak meg lehet élni, hanem üzletet lehet csinálni, jó pénzeket. Hát, hát ez, 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 mikor... ez... Ez semmi közlemhoz, hozzá. figyelj, elmondom meg az hogy, ez ja. hogy volt. Ez úgy volt, hogy hogy én bementem úgy a Régerhez. A Réger volt a főszerkesztő. A, a politikai adások főszerkesztője igen, volt. Igen, a, igen a tehát a Kossuth, Kossuth Rádióban. Van. Igen. igen ö, parlamenti képviselő volt, német nemzetiségi, nem mi a fene szövetségnek volt a, a főnökám. Engem nagyon szeretett, bementem az, és mondtam, mondtam, mondtam hogy figyelj, hétfőn nincs tévéadás, csinálnánk a forróval egy műsort az lenne a cím, hogy első kézből, aminek az a lényeg, hogy általában élőben hívnánk be embereket. És hát, és melyik évben volt? 1988. 8, aha. És akkor mondom, mondom, akkor csinálnánk egy ilyen műsort első kézben, és akkor az történt, hogy a, a, a megjelent, már nem tudom melyik hónapban, hogy ekkor és ekkor első kézben a hétfőn este 8 óra, és akkor aznap fogadta, aznap tárgyalt Grósz Károly, hú, hogy hívták az akkori szovjet miniszterelnöket, most hirtelen nem ugrik be, igen. Na, fölhívtam, de, 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 mint a mesében, tehát mobil még nem volt semmi. Fölhívtam a parlamentet, telefonközpontban, tessék nekem kapcsolni a grószervtársnak a titkárságát. Titkárnő felveszi, jó napot kívánok, mondom, havas elég vagyok a rádióból. Igen, mit parancsol? Mondom, szeretnék beszélni a grószervtársnak. Igen? Mondom, igen. Be, jó, bekapcsolom. bekapcsolt. A glossol már csináltam interjút, tehát tudta, hogy ki vagyok. És e, azt mondja a Grosz, hogy e, mit parancsol? Nem mondom, ma este indul egy új rádió műsor, az a szimul, hogy első kézben, és tetszik tárgyalni a szovjet miniszterelnökkel, és e, az jó van, hogyha első kézből mondaná el nekünk, hogy mire jutott. Mondom, nyilván gáz, olaj, szállítás. Azt mondja, de hát én egész délután tárgyalok, hát hol, 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 hogy gondolja? Mondom, nem tudom, én kint megvárom a folyoson, ha kijön, mondom, csak megkísérni, nem? Röhögött, és úgy is volt, bementünk a forróval, és megcsináltuk az interjút, és máig nem tudom miért, eh, azt kérdeztem a Gross-tól, hogy eh, és, de már ki volt kapcsolva tehát, a riporton kívül. Eh, nem, be, be volt kapcsolva a, a, mikrofon, ma a magnó. Mondom, és mit szól hogy lesznek reklámok ebben a politikai magazinban? Ugye a forró intézet tiszacipő, meg, meg a pofámról égett a bőr. Szegedi-szirokgyár, igen. Én nem volt a Tomi Mosópor. Hú, Tomi Mosópor. <laughs> állami biztosító. Hát ezekkel semmi közöm nem volt. És mondom a glosznak, mondom, mit szól lesznek reklámok? Azt mondja, milyen reklámok? Hát mondom, például az állami biztosító. Azt mondja, hát az egy jó biztosító. Na, lement a műsor, rá egy hétre bentülök a forróval a stúdióban, lemegy az első riport, ez csak hallom reklám. Azt mondja a forró. Ha még nem döntötték el, hogy melyik biztosított válasszák, hallgassan a grósz károlyra. <laughs> erre, erre megszólalt a grósz <laughs> károly, hogy az állami biztosító. Rossz volt az, hogy ne kell az biztosítót választani. Igen, hát, várják. Na, ez, én hát nekem nek 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 erről fogalmam nem volt. Én azt hittem, ott helyben elájulok, minden bajom volt. Hát persze, azonnal a Hászevtárhoz. <laughs> szerencsét. Csak meghallotta a hangomat. Egyébként mi a rendszerváltás után nem nagyon adott interjút. És egy interjúra emlékszem, amivel azt mondta, miféle diktatóra lehetett a, a rádióban, ha egyszer a havasót lehetett, mondta <síns> Na mindegy, házsávtárs ott ült a jogtanácsossal, forró az nem volt ott nyilván. És azt mondja a, 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 a Most őszintén, normálisak maguk? Normálisak maguk? Hát, hát tudja, hogy én mit hallgatok maguk miatt? Grózeftással reklámozzák az állami biztosítot. Hát normálisak maguk. Azt mondja a jogtanácsosnak, na most mi legyen? Mondom, ennél is van egy Mondom, Örülök, hogy itt van a jogtanácsos, mondom, ez, ez nagyon jó. Mondom, ez egy régi római jogelv, tanultuk az egyetemen, hogy amit a törvény nem tilt a szabad, Nos, most, hogyha megtetszik, mutatni nekem, hogy hol van leírva az, hogy, hogy Károlya nem lett az állami biztosított. ha mindegy, 500 ezer forintot kaptunk akkor az állami biztosított, azért az egy reklámért. Jézus, ez ment? Na, persze. Hát ez egy, ja igen. Hát mert ez volt, volt egy ilyen furcsa jogi joghéza, ugye, hogy ez egy rádió műsor volt, és a rendszer rádiója, <gül> <gül> tehát tulajdonképpen a rádiónak járt volna az a hát, ennél, hát ennél még cifrább volt. Ö, te is ott ugye volt a rádió a, a nagy étterem mellett egy külön szóba, ahol mi is kajáltunk. Ahol felszolgáltunk volt, igen, igen. Igen, igen, 168 órások ott csörögtek, te is ott voltál. És hogy hívták, a, hogy hívták a szórakoztatónak a főnökét, aki nagy ritkán ott ült az asztalnál? Na, neki mondtam, mondom, figyelj már ide, alakulnak-e újjával a pártok a szociáldemokraták, meg minden. Mondom, most kinek csinálni egy műsort, az nem a című, hogy Hyde Park és ezeket, az, ezeket az párt, új pártoknak a szójövőjét felállítanánk ilyen, ilyen dobogóra, és akkor mondhatnánk a hülyeségeiket. Forró ezt meghallgatta, kibérelt a mikroszkóp színpadot, bérelt egy közvetítő kocsit, és a, egymás mellett állt a Kövér László, mint a Fidesz szóvivője, mellette át, mit tudom én, a, 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 a MSZMP től valaki, akkor a munkástanácsok voltak ott, meg a szót, és ezeket felvette a forró, megvágta, és kazettán sokszorosítva a kövér. Hát az interneten a múltkomban nem elájultam. Ott, ott ketten voltunk a kövér meg én, a kövér ilyen lengyel is puló pulóverben, és mögötte Tomi Mosopor reklámta a forró intézet. Akkor is hivatott, hogy hívják a, a HF-társ. Azt szóval a nevemet, már rosszul volt. Azt mondja, most őszintén, maguk mit művelnek? Hát mondom, csinálunk egy műsort a mikroszkóp az a cím vagy hátpark. Park. Mondom, hát azt láttam ki, hogy alakulnak a pártok, meg minden. Hát miért ne? Azt mondja, és ez miért nem rádió műsor? Hát mondom, nem tudom, nem tudom. Ezt nem én intéztem, én csak kitaláltam a forró ütézi. Aztán a forró, forró mondta, hogy a rádió leadhatja ezt a műsor, csak fizessenek érte. A lényeg az, hogy a CNN, minden héten adott uh, egy tízperces összefoglalót. Amit viszont a Székely Feri, aki aztán a nap t csinálta, ő el a CNN-nek. De erről én meg már nem tudtam, ezt rajtam kívül intézték. László Gyuri egyébként úgy hívták. László Gyuri. Igen. Van. A szórakoztató osztály, egyébként nagyon tehetséges vezetőért. Na, de egyébként ez hozzátartozik, hogy egyszer megállított abban az időben az udvaron egy ívvel, hogy írjam alá, hogy kitartunk a szocializmus mellett. Komolyan? Ha, szó. Mert, mert a, 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 hogy mondjam, azok közé a kádárista értelmiségiek között közé tartozott, akik úgy gondolták, hogy ha ez elmúlik, ezek a korszak, akkor ebből nagyon nagy baj lesz, antiszemita hullám lesz lázadások lesznek, összecsapások, ők féltek, féltek Hát én őszintén szóval érzékeltem én ilyesmit, de mivel engem nem érintett ez az egész, se nem voltam, se munkás, se zsidó, se semmi gond, úgyhogy ezzel ez, ez, ez én nem foglalkoztam. Az első kézből e, tulajdonképpen akkor a korszak politikusait próbáltam megcélozni. Emlékszem egy történetre, Berec Jánossal. talán ő be is jött a rádióba hozzátok. Hát. A történeted valahogy úgy szólt, hogy te benyitottál egy szobába, ahol ott állt a Berec és ivott. Nem, 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 nem ez ez az? Az. úgy történt, hogy, hogy a réger hivatott, és azt mondta, hogy a Kádár uh, igényli, hogy mi legyünk kirúgva a rádióból. Mondom, és ezt te honnan tudod? Hát azt mondja a Hásértás telefonát, hogy már megint baj van. Hát mondom, mondom, jó, hát mondom, és most azt mondja, hát a Beresz azt mondta, hogy a, de most ezt figyeld a mai időköz képest, hogy meg lesz a politikai hátszél ahhoz, hogy minket kirúgjanak a forróval. Aha. És az egész mögött az volt, hogy olvastam egy, egyébként. Mindig kérdezték, hogy honnan vannak ilyen ötleteim, hogy, hogy hova kell menni, meg csinálni, és semmi. Én lejártam, a, 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 ahol vagdosták az újságokat. Nem mondja Ez a telek szoba? ahol az, az archívum? archívumban. igen. És én rendszeresen olvastam a vidéki lapokat. És volt egyszer, volt egy olvasói levél, hogy a Mosomagyarovári pályaudvaron hetek óta áll egy szerevény és rohadt büdös, és, és és mi van? És akkor lementem, és akkor kiderült, hogy Ausztriából a gráci metróépítkezéstől hozták a, 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 a veszélyes hulladékot. Aztán olvastam, hogy a kecskeméti kádgyár élére kinevezték a, a megyei párbizottság gazdaságpolitikai titkárát. Na ebből volt a botrány. Elmentem Kecskemétre, és csináltam interjút a Kecskeméti kádgyár új igazgatójával, aki azért nem akárki volt, tehát a megyében. Mondom neki, hogy hát azt, hogy mondom, a megyei párbizottságról önt ide helyezték igazgatónak, azt jelenti, hogy baj van a kádjáról. <laughs> <laughs> azt mondta az igazgató, igen. Mondom, nyilván az a baj, hogy nem nagyon lehet eladni a kádat. Azt mondtam, hogy hát sajnos nem veszik a kádat. Mondom, lent voltam az üzemben, mert mondom, mert hálás vagyok, hogy megengedt, hogy körben nézzek, beszélgessek mindenkivel. Mondom, Hát azt mondták, hogy az a probléma, hogy csak egyfajta kádat gyártanak, öntött vaskádat egy méretben. Azt mondják, hogy hát igen, mert ez egy szovjet berendezés, és ezen csak egy egyméretű öntött vas kádat lehet gyártani a lakótelepi lakásokban. Mondom, hogy, de hát mondom, azt is mondták, hogy az is probléma, hogy csak egy színben gyártják. E Feier zoma zes hatt de twatsch kaat hatte. Azt mondta, igen, de ezeket a szövetbeledeseket csak egy színű fehér szomászatot lehet gyártani. És akkor, na és akkor állítól Kádár, ezt lejátszott a politikai bizottság ülését, mert én megkérdeztem, hogy eljön, és nem gondolja, hogy egyszer eljön az az idő, amikor válogathatunk a kádak között, mert mondom, én például a feleségemet megkérdeztem, ő azt mondta, hogy nekünk is öntött vas, mert békás fehér lakunk, nekünk is fehér öntött vas, kérdeztem, miért szeretne. És ő azt mondta, hogy ilyen könnyű, pasztelszínű, <laughs> ilyen lap, ilyen vékony acélemezből készült kádat szeretne. Azt mondta, nem, ezek a berendezéseken csak egy méretű öntött vas, fehér zomácsot. Na mindegy. És azt mondta Kádár elvtárs, legalábbis a Beretsz ezt mondta a hogy ezt lejátszott a politikai bizottság ülésért, és azt mondta, hát milyen világ ez, ahol egy kommunista igazgatott kér, egy, egy senki házi rádió és még rá is kiabál. Mert állítólag én fölemeltem a hangomat, hogy hát mikor lesz válasz az idő, hogy válogathatunk. És azt mondta Kánár, hogy innen már csak egy lépés a több rendszer követelés. Jó hangzik, hát, hogyha a Berec igazat mondott, persze. Na, és tudom. akkor volt az, hogy Bereszek akkor... volt egy listája egyébként a kirugandók neveivel. Mindegy, csak hadd fejezem mert A lényeg az, hogy fölhívtam a Berecet akit már sok interjút csináltam le, és mondta neki, hogy jöjjön be. Bejött, és hát tudtam, hogy bent van, de már lassan ugye élő adás volt, hát mondom, mi mindjárt kezdünk. És sehol a berec. És akkor benyitottam a régerház, és akkor láttam azt, hogy ott a vodkás üveg, és egy vizes pohár így lenyom. Alig tudott fölállni. Mondta, Jézus Mária, mi lesz ez most élő adás? Valahogy eltántorgott, ahogy a piros lámpa kigyulladt, mint, a, mint a, a, a katonalovak, amikor meghallják a kőcot. Mondom, és akkor kezdtünk. És mondom, Pérez János a vendégünk. Állítólag te ki akarsz minket rugatni a rádióból, a, a fóróval? Mit tegezted? Persze, persze, tegeződtünk. Én nem szeretek tegeződni egyébként, de valahogy vele tegeződtem. És erre azt mondta, én titeket, minden műsorotokat hallgatom. Na ennyi. Hmm. A tegezésre egyébként, hogy... Engem sokkolt, amikor Horn Gyula először letegezett, és aztán elmagyarázták nekem, hogy a magyar politikai kultúrában úgy van, hogy a férfiak tegeződnek egymással. Mert ez egy macsó kultúra, és mindenki tegezi a másikat, nőket nem, soha. Nem tudom, hogy ez így van, -e, de voltak éppen a te tapasztalataid is valami ilyesmit mutatnak. Mit gondoltál te egyébként arról, hogy, hogy miféle világ el? Mert az az abszurdisztán, amiről a te történeteid szólnak, az ugye az, amikor a rendszernek a, a komikus vonása egyszer csak napvilágra jutnak, és a, a röhögés megállíthatatlan mindenféle szempontból. Tehát akkor jelent meg, emlékszem, egy olyan amerikai film, ami arról szólt, hogy a Szovjetunióban, a Szibériában, ha már a kádakról beszélünk, kád dugókat gyártottak egy üzemben. De a dugóknak közepén lyuk volt. És akkor ezen poénkodtak ugye hosszú perceken keresztül, hogy miket állít elő abszurdisztán. De ennek emögött volt egy komoly kérdés, hogy hát milyen világ jön ránk? Én uh, még egyszer mondom, idefelé jövet gondolkodtam, hogy vajon mi, miről fogunk beszélgetni. És abban maradtam, hogy ha esetleg megkérdeznéd, hogy mikor gondoltam először arra, hogy talán változik ez a világ, tehát hogy valami új világon, azt kell mondanom, hogy 1980. december 31-én. 86. december 31-én. Nagyon korán, mindenki 88-at szokott mondani. Nem? 80. december 31-én. Barát Józsi, barátom, aki azóta nem áll velem szóba, egy ideje nem áll velem szóba, mert ez egy magánügy, mindegy. Uh, vendégei voltunk Moszkvában. Tudósító volt, Igen, a igen, ja, igen, igen, igen. Ő volt a rádió Moszkvai tudósítója, az MT tudósító hazament a családjával, és akkor ezt a lakásban ott laktunk egy hétig. És a Józsi Parádés volt, tehát a Básóly művészszínház, amit el tudsz képzelni, mindent elintézett. Egyszer csak azt mondja nekem a Józsi, hogy. Na, ját, a köztudatot érként, hogy a Józsi egy hihetetlenül művelt figura. Tehát az irodalom, az opera, a komoly zene, minden érdekelte, filmek, minden. És a lényeg az, hogy elég jó kapcsolatrendszert épített ki, és a Józsi, aki akkoriban még barátjának tartott, azt kérdezte, hogy mi van ha elvinnélek szilveszter délután Gorbacsov egyik tanácsadójához. Ez filmre kívánkozott volna, a vörös téren nézett a konyhaablak, a, a, ahol a tanácsadójának a konyhájában ültünk, a pasas ült az ablaknak háttal, és mögötte a, a legfelsőbb tanács kupoláját a műszé leggette a, vörös És ez a pasas, az, ja, ő meg azért érdeklődött irántam, mert a, a, mondta neki, hogy hívják a, a Józsi, hogy ez a fickó már, mint én, tudósította a rádiót a adó és béreform parlamenti vitájáról. Sőt, akkor még a balot csinált egy valami almanakot, és én írtam az adóreformról szóló fejezetet. Tehát engem úgy konferált fel, hogy na, itt van egy fickó, aki mindent tud, hogy mit találtak ki a magyarok, hogy ÁFA, meg SZIA, meg itt, amilyen. Úgyhogy őt is érdekelte az én személyem. Na és akkor ez a faszi azt mondta, hogy vége. Ugye a rendszernek vége. A rendszernek vége, ő azt mondta, a 90-es évekre nem lesz KGS, nem lesz Varsó, és a szerződés a Szovjeton nagyon szétesik. Emlékszem, hogy azt mondta, hogy először nem tudja pontosan, de vagy a balti államok lépnek le, és polgárháborús helyzet lesz, aztán lőttek is ott, szóval az nem volt mese. És utána pedig a, 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 az iszlám. A közép a, Igen, 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 és a kaukázus az ott vérfürdő lesz. Azt mondtam, mi pedig húzunk el a francba, a mi magyarok. Azt mondta, nincs már pénz, minket fenntartani. Ennyi. Egy perc múlva folytatjuk a vasárnyékkel. társak, A vagy 30 éves a rendszerváltás. Szénási Sándor műsorok. Havas Erika vendég. Hát ott tartunk, hogy 1986-ban, nem tudom, egy ködös alkonyon a Vöröstél szomszédságában, a lengete vörös zászló árnyékában megtudhat, hogy vége van a rendszernek, ezt ahogy mondtad egy szovjet. Nem, bocs, én már előbb tudtam. Jó, maradjuk annyiban, hogy egy, akkor hivatalosan, akkor jelentett ebben neked, a szovjetunió, hogy neki vége van. A... igen, de én már előbb tudtam. Én jellemző egyébként, hogy a László Józsi volt a valsói tudósító a rádiónak, barát volt Moszkvában, Igen. én meg ugye Budapesten a 168 során lengtem, és a, nem tudom kinek az ötlete volt, szerintem a László Józsi volt, hogy írjunk párhuzamosan, párhuzamosan naplót. Igen. Mert ugye benne volt a levegőben, hogy itt óriási dolgok lesznek, hát aztán nyilván a Józsi jött három hétig a Büdekető a, 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 a a Józsi volt. Tehát a László Józsi, aki aztán tévéval elnök lett, megint. E? Tehát egyedül én írtam az egész évet. Nem én... egészen pontos, mert aztán a barát Jóska megjelentetett egy csillagforduló című kötetet, amiben lehet, hogy nem naplók voltak, hanem interjúk, tehát egy ilyen vegyes volt. Emlékszem, 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 akkor még jóba voltunk. De a lényeg az hogy azt írtam a naplóba egy parlament... Ja, van egy nagyon híres kép, nem tudom, de biztos neked is megvan. Kádár megy ki a, 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 a parlament és így visszanéz. De ilyen csúnyán. Igen. És én ott voltam. Király Zoli szólalt fel akkor, Igen, nem és nem akkor a Király Zoli Igen. akkor szólalt fel, és ilyen csúnyán visszanéz a Kádár. És <coughs> akkor szólalt fel utoljára. És amiben én tudósítottam, az hát emlékszem, hogy mit mondott. Azzal kezdte, hogy elvtársak, Manapság sokan kérdezik, hogy meddig marad a vörös csillag itt fenn a parlament kupoláján. Én biztos vagyok benne, hogy örökké ott marad, mert dolgozó népünk tudja, hogy mit köszönhet a vörös csillagnak: az ingyenes oktatást és az ingyenes egészségügyet, stb. Na, ezek után a, 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 az országgyűlés büféjében hangosan egy képviselő azt mondta, hogy ez a vén hülye, meddig tolja még a baromságait mikor, mikor fejeződik már be ez az őrület. Ez a vén hülye, már mint a kádár. És akkor azt írtam a naplomba, kész vége. Hát ha a parlamenti büfében valaki hangosan azt mondja, hogy ez a vén hülye meddig beszél még marhaságokat, a vörös csillag, meg mit tudom, hát mondom, akkor, akkor itt, 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 kész. Akkor, akkor, akkor ennek így vége. Hát igen, tehát azt lehetett mondani, hogy a rendszer önmagát számolja föl, hiszen a a belső emberei fordultak, bár mondjuk egy reform érdekében vagy reményében a kádári garnitúrával szemben 88. május, ugye, amikor megmutatták őket, amit a grósz vezény le. De még nem válaszoltál arra, hogy gondoltál nem, arra, egyébként, arra, hogy milyen világ egyébként, egyébként, egyébként most egy, egy, egy nagyon jó pofát fogok neked mondani. Egy házban laktam, a szabadság egyen, 20 évig egy házban laktunk, a Budapesti Párbizottság első titkára volt a franc, egyemek, hogy nem jut eszembe ő volt a májusi közleten az, aki nekem egy ilyen tá hatlakásos társasházban laktunk. És a izé... Nem a szép földi Zoltán nem, Nem, nem. ráadásul még, 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 utánunk jött Orosziba, még ott vett házat. Na e hát akkor neked kéne tudnod, de mindegy. Mindegy a... lényegtelen. És ő mesélte nekem egy ilyen társasházi közgyűlés után, ahol megbeszéltük, hogy egy kuka elég vagy kettő, vagy nem tudom. és akkor elmesélte, hogy hogy volt ez. És azt mondta, hogy ez úgy volt, hogy Kádár szokás szerint ő volt a jelölőbizottság elnöke. Itt lenne a felesége mondaná. Na, és akkor a Kádár odatta a, a cetlén, hogy a politikai bizottságban kik, 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 legyenek. És akkor mondta, hogy betette a, a, belső zsebébe, de a másik belső zsebébe meg ott volt egy másik papír, a, amit a Grósz írt. És azon már nem volt Maróti László, ott már, ott, ott már nem volt Acél György, stb. És egyszerűen halált megvető bátorságon felolvasta, hogy a jelölő bizottság ezeket javasolja. Úgyhogy ez így történt. Hát egy sima csalás, hát átverték ah, de az az, 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 csak nézett, hogy, 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 mik vannak itt. Egyébként a Budapesti Párbizottság első titkár nem az az ember, aki, íbetus. aki később a Magyar Rádió élére is kerül. Nem, nem. Az, 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 nem, nem, nem. Na mindegy. Na jó, egyébként ne, a... hozzá kell tennem Igen. egyébként, hogy hogy az Arhangelsk Magyar-orosz olajipari vállalatnak lett később az ügyvezető igazgatója. Ó, hát nagyon sokan, nagyon hát sokan. Hogy? Persze mentek át ilyen szovjet olajvonalra, persze. És lettek olyan magyar-orosz magyar cégeknek a féltulajdonosai ügyvezetői, amelyek ugye az orosz gázipari, meg olajipari érdekeket képviselték. Na mindegy. E, jó, nem válaszolt a se arra, hogy De vágytál-e demokráciára, vágytál-e sok pártrendszerre, akartál-e egy ilyen nyugatot Magyarországon? Hát, Voltak a -e vágyaid? Figyelj, a havasné az az azur vállalatnál, az olyan kozmetika, meg mit tudom én, vállalatnál volt a személyzeti osztályon oktatási előadó. Ő foglalkozott a szakmunkásokkal, a képző. Ez jó volt, meg később az egyetemen dolgozott a tanulmányi osztályon, szóval ő oktatási előadó volt, de személyzeti osztályon. És egyszer jön haza, ilyen 80-as évekkel, jel, azt mondja, hát olyan kellemetlen helyzetben vagyok. Mondom, mi a probléma? Azt mondták, hogy be kell lépnem a pártba, mert olyan, hogy a személyzeti osztályon valaki párton kívüli. Hát mondom, te nem lépsz be a pártba. Azt mondom, de mit mondjak? Mondd azt, amit én mondok. Azt mondta a férjem, hogy ha belépek a pártba, akkor elvárt tőlem. És a havas bevet, és azt mondta remekül hangon, hogy ez, a, ez, ez, férjem nem engedi, azt mondani, akkor ő elválik. Nem, egyszer utáltam az egészet. egyszer utáltam az egészet. Szóval egyszerűen, ez ilyen kárgyári sztorik tömkelege. Tehát figyelj, én nem bírtam elviselni azt, ugye, ugye elmentem Mosomagyarobára, hogy büdös van és akkor már nem volt ott a szerelvény. Kinyomoztam, hogy, hogy, hogy a Gráci, grázból jött a, a vasutasok mutatták a menetlevelet, hogy a Gráci metróépítkezéstől hozták a, a veszélyes hulladékot. Kiderült, hogy egy olyan szeméttelepen, szeméttelepet furtak át, mert ilyen vasút volt, tehát nem föld alatt, de, ahol az utóbbi 200 év kórházi hulladéka volt ott. És ezt egyszerűen mosomagyarban lehányták a, az az ivóvízkutak mellé. És találtam egy tök hülye embert a, 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 városi tanácsnál, aki kijött vele, és ott néztük, jé, ez egy véres géz, jé, itt majd hogy egy amputált láb volt, szóval elképesztő. És akkor született meg Magyarországon az első környezetvédelmi törvény. És akkor a, 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 a a, az a cég, amelyik behozta, annak az igazgatójának felgyújtották a házát, óriási botrány volt belőle, és aztán eltett egy pár év, és ja, én, 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 én abban is különleges voltam a rádióban, hogy én olvastam a, 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 a közműnyöket. Ez magyar közlönyök? Magyar, igen, igen. Hát ott lehet meg lehetett tudni, hogy melyik apác Én ilyen embert még életemben nem láttam, aki magyar közlönyt olvasott volna. Hát én, hát honnan tudtam volna egyébként, hogy, hogy kikapott állampolgárság, kit bocsátottak el az állampolgárságból, kinek vonták vissza a kitüntetését. Most minden, minden, ami érdekes volt, ott benne volt. Képzeld el, munkaérdemletet kapott ez a faszi, aki behoztam most a szomagyolóvára a gráci szemetet. én hát, meg azt hittem, hogy ez kivégzik. Hát akkor született meg az első környezetvédelmi törvény. Hát a, a akkor miniszterelnök helyettes volt. És behozatta, a mestertől elkérte ezt a szalagot, de a mester... A mester Ákosztó, igen, jó? a, a És hát azt mondta, ez világbotrány. És akkor a mester azt mondta, hogy őt nem érdekel, adja. És aztán le is adta a lett, és akkor született meg az első környezetvédelmi törvény. De nem ez az érdekes, hanem hogy milyen volt a rendszer. És olvasom, azt hittem, hogy kivégzik, vagy Szibéria, vagy mit tudom én. Munkaérdemlen fokozott. Hát dolgozott Na, vele végig. Lementem, és azt mondta, Henrik, én akkor nem akartam magának mondani, hogy milyen buta. Hát tényleg azt hitte, hogy ezt én intéztem. Hát ez egy állami buli volt. Hmm. Hát nézd, egy dolog... Na szóval, Elegem volt. Na, hát ennyi. Elegem Jó, értem, értem, értem. Egy dolog világos még a többiek mellett, viszont, hogy te egy ilyen nagyon dolgozó újságíró voltál. Tehát beültél a kocsiba, lementél a helyszínre, utána néztél, utána olvastál. Imádtam. Imádtam. Már gyakorlatilag, amit később ilyen oknyomozó újságírónak hívtak, azt. Imádtad, hogy utána mentél valaminek, és akkor a lepelle volt rántva? Imádtam, 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 imádtam. Mondok neked egy példát akkor döbbentem rá arra, hogy, 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 én elszúrtam az, az, egész életemet, elszúrtam. Szóval, amikor én kikütöttem a, a napkettes stúdiójában, és ott ragadtam a stúdióban, és aztán a tv 2 a Liptai Klaudiával, Mokka, hú, nagyon gáz volt. Na. Nekem az volt az igazán nagy, tehát életem legjobb élménye az, hogy mit tudom én, Szabolcs-Szatmár megyével lementem az Alma Almaszüretre hogy akkor már, szóval, hogy a Szovjetunióban vitték azzal, mert tök mindegy, hogy ilyen volt, olyan volt, <laughs> vitték. És ez engem érdekelt, hogy, hogy hogy van ennek ára egyáltalán, vagy, vagy mennyiért adják, vagy, vagy, vagy hogy. Na de, lényeg, alma szüret volt, és uh, autóztam, és benéztem a, a, az egyik kertbe, és akkor pont uh, ebédeltek a, a, a munkások, akik a, a hűtőház. Uh, és akkor bementem, és mondom, hogy kaphatnék almát, mert ennek is mondták, hogy egy év jelhetek ott almát. És olyan hűtőház volt, ami egyszerűen zseniális. Kezded el, olyan, olyan hűtőház volt, hogy ö, csináltak egy egy, 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 ilyen mindenféle lemezekből összekalapáltak valami, valami kunyhót, középen volt egy, egy hívjánk, egy, egy akna, mint egy gépkocsi akna, abban abba volt a jég, és egy ventilátorral, amivel az, az, az a, a, a szénakazlakat szokták, azzal fújták rá fel a, 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 a levegőt az almára. És úgy állították be a hőmérsékletet, hogy hány deszkát vettek ki, vagy raktak rá az aknára. Na, kimegyek, kimegyek, és láttam, hogy, hogy, a munkások, akik, akik úgy a a laklapokkal dolgoztam azok ott a fa, az egyik fa árnyékában ettek. És egy másik ember egyedül levett a, az árnyékban. És mindez volt a 80-as évek elején. És leültem a pasas mellé, aki egyedül, mondom, nem zavarom? Hát én még értem, képzeld el, hogy egy literes üvegből, ilyen, ilyen üvegből, amiben mit tudom, miket szoktak rakni, lecsót vagy ilyesmit, hideg pörköltet evet, kenyér és sajnosság nélkül kanállal. <laughs> és akkor a karja volt, mint az én combom. A, jó napot, jó napot. Nem ez a Na, Mit akar? Nem mondom beszélgetni. Igen? Miért nem ő a többiek közé ebédelni? Miért egyedül eszik? Azt mondja, mert én vagyok a brigádvezető. De most mondom, hogy ehetne velük. Azt mondja, nem, 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 azért nem, mert uh, én annak idején csendőr voltam. Mondom én is. Hát azt mondja, az ott látja, az ott, aki a Bicskával szeretel. Azt mondja, ő jelentette fel nálam, azt a másikat, aki ott ül, hogy rejteget a boros pincében egy angol pilótát, akiknek akinek a gépét előtték, és, és, és... mondom, nem mondja komolyan, de azt mondja, ő jött be hozzám a csendőségre, hogy az ott rejteget egy angol pilótát. Mondom, és? Hát azt mondja, a, a, a után engem félig agyon vertek, kaptam öt évet, hogy elfogtam az angol pilótát és hát ugye aztán most már nyugdíjasok vagyunk, azt mondja, de mentünk Pestre építkezésekre kubikolni, meg, meg így úgy, úgyhogy kénytelenek voltunk aztán, így együtt vagyunk. De azért annyira nem vagyunk már barátok. Azt ez a két szerencsétlen egymás mellett ül. Hát, na, na, na. Ah, volt Maga valami, oda bennünket a történelem, volt valami nem is tudom, mi volt ez dráma, nem tudom, ez a... Hát igen, ezt is ezt egy almás találtod találtad neked. Hát, é, ezt, igen, mit? és aztán kikötöttem, a, kikötöttem a az angol nagy árfást le. Hát, de miért? Volt egy húzás a pénznek, vagy a sikernek? Hogy lett volna. Hogy lett volna. 88-ban a forróval vettünk, talán még emlékszem, mind a kettőnknek színű Toyota korollája volt. És a mester mondta nekem, de szeretett Azt mondta, te figyelj már, Járik, Nem tudom. Lehet, hogyha mindent, mindent én is tudnék venni egy Toyota korollát. De figyelj, most őszintén, így is utálnak titeket a forróval kell még neked is egy, egy Toyota Corolla? És akkor mondtam, mondom, Ákos, én nem tudom. Én, a, én, én nem. Mondom, én, 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 a, én, én neked be valami örülgök rajtad. Tehát az, hogy uh, ilyen, ilyen műbőr uh, bebújtatott uh, uh, ebédhordozóba viszed haza a kaját, mondom, hát ne haragudjál. Mondom, ne. mondom ez, ez nekem nem megy. Az pedig, hogy a Toyota Corolla, igen, de ez mit jelentett, hogy akkor te ember vagy? Tehát, hogy a, egy ilyen főső polgár vagy státuszban mit jelentett? A te agyadban, a, a ételordóz képest, Tehát, akkor ez mi volt? Mi volt ez a szint, amit megléptél? Figyelj, itt nem erről volt szó, hanem ez valami valamilyen, nem sznobizmus, mondanám, hanem valamilyen, meg nem is macsó dolognak. Tudod, eljártunk a 168 óra, ugye mindig szombat délután négykor kezdődött, Akász és akkor fogodsz, az Akács szócába eljártunk a kispipába, ahol annak idején Seres Rezső zongorát. És egy alkalommal, soha nem felejtem el, ott volt a Rádai Eszter, azra konkrétan emlékszem, és a mester azt mondta az Aubel úrnak, aki ugye üzletvezető volt, aki minden, 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 ő abszolút tudta, hogy melyikünk mit szokott tenni, és azt mondta az Aubel úrnak, hogy van-e valami friss sütemény. És máig emlékezem, hogy az auberul kivirult, és azt mondta, hogy hát kérem szépen, e, barackos rétes van. Azt mondta a máster, jó, akkor mindenkinek egy, egy barackos rétes, igen, és csomagoljon be még mondjuk hatot, viszünk a technikus lányoknak is. És akkor egy ilyen kis, helyes kis csomagba hozta az Aubel úr. Erre a mester így elém tolt azt, hogy na hozzád a kocsihoz. Mondom, én. Ilyen kis, kis, ilyen, helyes kis masnicskával. hogy én vigyem. Azt hiszem, mester, mi a problémán? Hát mondom, hogy nem viszem ezt. Vigy a ráda, mondom, ő És valószínűleg, valószínűleg, valószínűleg Valószínűleg az lehetett bennem, amit utvarag, amikor a Ripotról írtam, Ripot könyvet akkor jöttem rá, hogy örököltem az apámtól a, 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 a bipoláris depressziót. Hogy, hogy a mi családunkban, ugye is sváb, svábok vagyunk, a nagyapám az Molnár, Molnár volt, a Ferencvárosi Malomban dolgozott, és megvakult. Tehát ez a szállongó lisztpont megvakult. És hogyha azt kell mondanom, hogy hogyan szocializálódtam, akkor úgy szocializálódtam, hogy apám mesélte, hogy vasárnap délben, amikor a nagyanyám tálalt, akkor mindig hangosan feltette a kérdést az apámnak. Napubi, voltál minisztrálni? Erre a fater mondta, hogy nem. Erre azt mondta, menj oda apádhoz. És akkor a fater oda ment a, a nagyapámhoz, aki ugye vakember volt, az kitapogatta a fater a egyik fülét, adott neki egy pofont, és azt mondta, Karolina, jöhet a leves. <laughs> Mert ugye Lindő Karolinának hívták a, a nagyműtelt. Karolina, jöhet a leves. Tehát most gyakorlatilag most próbáltam elmondani, hogy, 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 hogy egy ilyen családból jöttem, ahol, ahol, ahol ha nem minisztert, kaptál egy atyai pofont, de utána jöhetett a leves. Tehát... De nem, nem, miről te beszélsz, az a kötelesség tudod, de, de, a kocsi, a kocsi, de nem erről szól. Hát a, 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 kocsi az meg arról szólt, hogy én amikor kamasz gyerek voltam, piszkosodtam utáni a, 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 a... Biztosul tudtam utáni a főorvost, aki 850-es fiatal járt a, a, a Pest egy ilyen basutas lakótelepen, hogy hogy kerültem, nem tudom. Piszkos tudtam utálni a Kossudia írót, aki, aki, aki ott, ott, egy, egy volt, volt, a Csarnok téren pestesben mondom, az egy vasúdás lakótelep volt, hogy a főorvos meg az olimpiai bajnok hogy került, nem tudom, de rohadt jó autókkal jártak, és ott volt egy kosudias író, akinek, akinek a, 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 akinek a fiával együtt voltam úttörő, és mercedes -e volt. És arra gondoltam, hogy az apám, apám is vettett volna, mert rengeteg pénzt keresett. Tehát mi pff, a fater uh, kesztyűszabász volt. És uh, Ausztriában meg Svájcba vitték ki a lovas, uh, a, a, a lovas meg a, 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 a sík úgyhogy mi, anyagilag mi nagyon jól voltunk keresztve. De autó nem volt, mert a fater azt is örökölte az nagyapjától, nagy, nagy apját, vagy az apjától, aki Molnár volt, Ugye a Fater is ragaszkodott hozzá, hogy minden reggeles Tamperli portorikói rommal indult el. És ezért nem vett autót. Ahogy 18 éves lettem, rögtön vett nekem egy autót, de csak azért, hogy el tudjam vinni a vidéki meccsekre. Számomra teljesen egyértelmű volt, hogy jónak kell lenni, jót kell csinálni, és minden pénzt meg kell keresni, amit lehet. Mert én ezt láttam otthon. A médiában... Ja, és én így az autókat. Ja, igen, persze. A médiában volt pénz még a 80-as évek végén, és egy darabig még pár évig, tehát amikor te elmentél mondjuk a szórakoztatóipar felé, vagy elhúzott a, nem tudom, a sikere a hát a hívásokat számítottak rá hát kétségkívül, és sikered is volt, akkor nagyon jókor léptél le tulajdonképpen, mert utána már azt, hogy valaki újságíró, meg hogy van média, már nem számított az ötödik, hogy mondjam, csak oszlopának, a demokrácia ötödik oszlopának, mint az korábban hittük. Te mit gondoltál arról, hogy az újságírás mit kell, hogy teljesítsen? Őrkutya, vagy szórakoztató? Én most, ugye mi pénteken beszélgetünk, korai délután, Uh, elvi alapon nem hallgatok uh, Kossuth Rádiót, tehát egyszerűen agyvérzés kapok. Hát annak azért én reggeli krónikákat vezetem. Nekem egy kínszenvedés most a Kossuth Rádiót hallgatni, vagy éppen egy tévéhíradót nézni, megőrülök. Éppen ma hallottam. A közszolgálati egyetemen uh, újságíró szerkesztő képzés kezdődik. Én meg az egyetemen 18 évig tanítottam műfajelméletet, és mindig azzal kezdtem, hogy figyeljenek ide a hallgatóknak, figyeljenek ide rengeteg, rengeteg dolgot itt meg lehet tanulni. Definíciókat, felsorolásokat, tőlem is hallanak ezret. De egyet jegyezzenek meg, az egyetem első rendű feladata az, és én is erre törekszem, hogy kritikus értelmiségéket képezzünk. És egy újságírónál ennél fontosabb, jegyezzék meg. Két dolog fontos, hogy kritikus legyen mindennel szemben, a jelszó az, hát ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy mondják, hát ha nem az az igazság, mint amit mondanak, ez az egyik része a a másik pedig az ízlés. De most a közszagati egyetemen most Jézus Mária, Atya Úr is. Hát sokan mondják, hogy ez a szakma, amit mi gyakoroltunk, ez annak megszűnt. idén ez megszűnt. Én, Igen, teljesen is így Abszolút biztos vagyok benne, abszolút. Mert hogy én nem látom, hogy olyan fiatalok, törnék magukat, hogy kulturális újságírók legyenek, vagy politikai újságírók legyenek. Mert hát amit, igen, most tök mindegy, másik oldalon vagyok, tehát lehetek elfogult, de hát ami a közszolgálati médiában, vagy a Fidesz közeli médiumokban zajlik, az sok minden lehet, de biztosan nem újságírás. Hanem valami más. Ez, mi soha nem voltunk igazán jóban, a barátságon meg pláne nem is beszélhetünk, mert nem is tartjuk a kapcsolatot egymással. Én, hogyha jövök be Pestre reggel időtájt, csak klubrádiót hallgatok, és most nem az udvarlás, meg a hűha, meg izé. De egyszerűen, egyszerűen, amit te csinálsz mondjuk reggel, az az, amit annak idején én is csináltam. És hihetetlenül, hihetetlenül irítál, hogy én nem ezzel foglalkozom, és elszúrtam az életemet, és a Liptai Klaudiával szórakoztam mondjuk havi négymilliójét. Hát nem tudom, mert itt van például a barátunk Piko András, aki annyira elege lett ebből a úgynevezett ellenzéke vagy független újságírásból, ami szerintem már egy ilyen önmaga körül való forgást jelentett, hogy elment politizálni. Hát, csak dumai, szavát nem hiszem meg. hogy igazából ő még újságíró? Nem, mert szavát nem hiszem, hogy azért. Hát ő is, ugye én Szegeden végeztem a, végül is a, szegedi józsef a jogtudományi mindegy. Hát ő az hök, hök forradalmár volt, ő diákvezér volt a rendszerváltáskor a pikó. Hát itt, amikor még együtt dolgoztam, én akkor is tudtam, hogy igazából ez szervezkedne, lázadna, forradalmár lenne, meg, meg minden. Neki ez egy mellékvágány volt, ő, ő ezt, ő. Hát annak idején az egyetemen, ő diákvezér volt, ő szeret vezér lenni. Vannak ilyen típusok, én például soha nem akartam semmilyen vezér lenni, meg kell, hogy mondjam. Hát meg jól is csinálja. Véggezetül... És drukkolunk neki, nem? Persze, abszolút. El végezetül az, ami, ami a, amiben mi szocializálódtunk. Ugye bennünk két dolog van. Egyrészt volt egy rövid életünk a kádári médiában, meg egy hosszabb a rendszerváltás utáni média környezetben. És ez a kettő valahogy egy, mint a kettő alakít bennünket valamiképpen. Az, amit mi újságírásnak hittünk, annak van jövője, most tekintsünk el a pillanattól. Lenne lenne, akkor még hogyha van két percünk, mondanék valamit. Az egyetemen nálam kötelező volt Kapuscinski-t olvasni. A 20. század legnagyobb újságírója volt. Lengyel mindenütt ott volt, ahol, ahol, ahol valami történt. A hondolaszi foci háborútól kezdve az iráni forradalomig, ő mindent megít. Tehát ez nálam kötelező volt Kapuscinski-t olvasni. Oh. És e, egy, egyik könyvében leírja, hogy e, Addis Abebában, Etiópia fővárosában volt az afrikai állam és kormányfők tanácskozása. Ez óriási felhajtás volt a világ legszegényebb országa. Párizsból hozatták a, a kaját, a, a legjobb borokat, ezüst és arany evőeszközök voltak, és akkor azt látta, hogy, a, hogy a, a maradékot viszik ki. És egyszerűen fogta magát, és utána ment a pincéreknek, hogy hova viszik a maradékot. És képzeld el, hogy, hogy egy ablakon keresztül kiöntötték a, a maradékot, tehát a félig elrágott kacsacombot, mit tudom én, és lent e, néma tömeg e, elkapkodta. És ott, ott, tették, ott, e, ott lerágták még a csontot, meg, meg a levest rájuk öntötték, meg mit tudom én. Na, havasnévalon niluson hajókázunk, és főleg angol, angol vendégek voltak, öcsillagos ellátás, Níluson megy a nap, tevegelnek a beduinok minden, és viszik a kaját az hátrafelé. És a egyszer nem nézett oda, én is elmentem megnézni, hogy hova viszik a moslékot, kis kapuscinsz volt a Képzeld el, nem fogod eljönni. Hm. A hajó végén, végig vitték el a, a, a tányérokat, meg a tálakat, és gyerekek ilyen, ilyen, ilyen dobozokban lebegtek a hajó mögött, mert akkor meg persze kikötöttünk. De voltak felnőttek is, akik ilyen, nem tudom mikben, ott lebegtek a Níluson, és oda öntötték bele a csónakokba, meg ezekbe a dobozokba a gyerekek mellé a, 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 maradékot. És azok ugyanúgy ették, mint ahogy a Kapuscinski megírta. És akkor úgy elgondolkodtam, hogy mondom, Miért nem lett a Kapuscinski? Én úgy szégyeltem magam, hogy valami borzadály. Pedig, 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 nekem az hogy jól ment volna. Csak végül Liptai Klaudiával kerültem a csúcsra. Még fiatal vagy Ja, és a heti az... a test ne felejtsük, azért az, az sem volt sem. Még előtte az élet kezd újra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Egészségünkre. Avas Henrik volt a vendégünk, az elmúlt 50 percben a szerkesztő Selmeci János volt a műsorvezető. Szénási Sándor, köszönjük a figyelmüket, minden jót! Szabadság a avagy 30 éves a rendszerváltás. Szénási Sándor műsora.